Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei program ötletgazdája, programigazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves televízió nézőket. A hétvégén került sorra a Legszebb Konyhakertek programnak a díjátadó ünnepségére itt Karcagon. No, de kezdjük az elején. Hogyan indult a kertesek életében az idei év? Mi volt a terv, a célkitűzés? Az idei év célkitűzése az volt, hogy megmaradjon a program, és minél több jelentkezőnk legyen. Azért azt ne felejtsük el, hogy a tavalyi év nagyon nehéz volt, hiszen ez az extra száraz, meleg, aszályos idő nagyon nem kedvezett a kerteknek, és bizony nagyon sok kertművelő áldozatos, hűséges és szakmailag magas szinten lévő munkáját tette szinte teljesen tönkre, és félő volt, hogy elbátortalanodnak és nem jelentkeznek, illetve nem tudják a kerteket úgy rehabilitálni, ahogyan ők azt szerették volna. Szerencsére nem ez történt, elindultak a nevezések, a csatlakozások, és örömmel mondhatom, hogy 320 településről 2052 kertnevezésünk volt. Karcagiak is hűek maradtak a kertprogramhoz, aminek külön nagyon örülök. 37 nevezőnk volt a településről, és legnagyobb boldogságomra, örömömre nagyon sok új jelentkezőnk volt ebben az évben. Én ennek külön örülök, hiszen ez azt jelenti, hogy még népszerűbb a program a városban, és egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy megmutassák a kertjüket. Bár még mindig nagyon sokan vannak, akik gyönyörű kerttel bírnak, nagyon szép kerteket gondoznak, művelnek, ápolnak, rengeteg gyönyörű, friss zöldséget, gyümölcsöt termelnek, és mégsem jelentkeznek ebbe a programba. Én nagyon szeretném, hogyha ezt a kezdeti félsz, vagy nem akarom megmutatni, mentalitás levetkőznék, és büszkék lennének a kertjükre olyannyira, hogy megmutatják azt nekünk, és neveznek a programba. De jól indult az évünk, és én úgy gondolom, hogy ezzel elégedettek is lehetünk, hiszen nem kell itt mindenkinek a programban tobzódnia, hiszen nehéz utána kezelni a jelentkezőket, hogy méltóképpen el tudjuk ismerni a munkájukat. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a jelentkezési szám nagyon szép volt. Ami külön öröm volt számomra, és egyben meglepetés is, hogy ebben az évben a 2052 nevező közül, és a 320 település közül voltak magánnevezőink. 212 magánnevezőnk volt, ami ebben az évben a legtöbb volt idáig, és ez azt mutatja, hogy egyre népszerűbb a program, egyre több olyan magánemberhez jut el ez a kezdeményezés, akinek a települése nem vállalja föl azt, hogy helyben ne folytatja a Legszebb Konyhakertek versenyt. És bizony nagyon sok az óvoda, az iskola, a közösség, és természetesen magánemberek is, akik azért úgymond nem kezelt településekről bejelentkeznek a programba, és nagyon szép eredményt érnek el. Az ő kertjüket én szoktam zsűrizni a beküldött értékelőlapok és a beküldött fotók alapján, és ebben az évben is szinte minden kert megállta a helyét a többi települési kertek között, és bizony-bizony nagyon sok kertet, 33 országos díjra jelölt kertet választottam ki közülük. És ami meglepő, hogy 9-en meg is kapták az országos díjat, 6-an első alkalommal, volt egy megerősítő díjunk, aki második alkalommal kapott, volt egy örökös díj, aki harmadik alkalommal, és volt egy olyan, aki már negyedik alkalommal, azaz életmű díjat kapott a kertér és magánnevező. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, és mutatja azt, hogy most már stabilan megvan az emberek tudatában ez a program, és egyre többen kapcsolódnak hozzá, és főleg az óvodáknak, iskoláknak örülök, és a közösségeknek nagyon, hiszen nagyon nagy húzóereje van ezeknek a nevezéseknek. Amikor elolvasom az értékelőlapjukat, akkor mindig azt olvasom, hogy 10-20-30, sokszor 60 embert vonzanak be a programba, és ez nagyon szép eredmény. Mi volt az idei év kiemelt témája, és az időjárási körülményekhez képest hogyan sikerült ezt teljesíteni? Ugye beszéltünk arról, hogy a tavalyi nyár nem volt éppen kedvező a kerteseknek. Az idei év kiemelt témája a komposztálás volt, használjunk komposztot volt, úgyhogy ez egy kicsit olyan független volt az időjárástól, ezért, bár
teljesen mindegy, hogy független vagy nem független, a kerteseim, az én drága kerteseim mindig maradéktalanul teljesítik az év témáját. Így volt ez a komposztáló esetében is. Amikor mi elmentünk Fazekas Névikével kerteket bejárni, kerteket szemlézni, szinte nem is volt olyan kert, ahol ne lett volna komposztáló, de ugyanezt mondhatják el a többi zsűritagok is, Szokai Szilvia Ferencéné Székely Erikával, Négné Orosz Hajnalka Sipos Gabival, ugyanezeket a visszajelzéseket támasztotta alá felénk. Én úgy gondolom, hogy maximálisan teljesítették ezt a kihívást is a kertesek, és ami külön öröm számomra, hogy nem csak a megkapott szabványos komposztálót használják, hanem nagyon sokan saját készítésűt használnak, sőt, amikor már nincs helyük egyikben sem, akkor halomba komposztálnak, és a komposztban nevelik most már a zöldségeket, és a komposztot nem csak talajjavításhoz használják a föld gazdagítására, hanem talajtakarásra is alkalmazzák. Gondolom ez az előző száraz év indítatásából következik. Én úgy gondolom, hogy a komposzt készítményeknek a kora is el fog következni, el fog jönni, és tényleg nem lesz olyan kert, ahol ne lenne komposztáló, és ne használnák el a levágott nyesedéket, a lekaszált füvet, vagy levágott füvet, gyepet és mindenféle növényi maradékot. Melyek voltak egyébként azok a zöldségek, gyümölcsök, amelyek a legjobban szerepeltek idén? Eddig mindig könnyű dolgom volt. Tavaly előttig tökéletesen meg tudtam mondani, hogy a legjobban sikerült növény a saláta, a retek, a zöld borsó, és akkor csatlakozott hozzá rendszerint még a cukkini, a tök, zöldbab, cékla, és utána még jöttek, még kategória volt. És ugye 2 évvel ezelőtt a zöld borsó leszerepelt mindenki nagy csodálatára, ámulatára, hiszen a zöld borsó az mindig jó termőnövény volt, és 2 évvel ezelőtt a legrosszabb termést produkálta. És én úgy gondolom, hogy ettől a perctől kezdve olyan vegyes felvágott lett ez a kérdéskör. Teljesen hektikus egyébként, ezt elmondtam a karcagi rendezvényen is. Településen belül is van, amelyik növény a legrosszabb, és van, amelyik a legjobb, és ugyanaz a legjobb termések között szerepelt. Általánosan el lehet mondani erre az évre is, hogy nem volt jó a saláta, ugye a nehéz kezdésnek köszönhetően nem volt jó a saláta, nem volt jó a retek, a zöld borsó megint sok helyen leszerepelt, és sajnos fölzárkózott melléjük a zöld bab. Bár ő nagyon sok helyen jó termés volt, még településen belül is, de inkább azt mondom, hogy a zöld bab is leszerepelő ágban volt, valahol csak lomb volt és bokor volt, és nem volt rajta egyetlen egy cső termés sem. Illetve az uborka is vegyes helyen van, valahol nagyon jól sikerült, valahol rosszul, és érdekes, hogy a vörös hagyma eddig sosem volt a slágernövények között, sem a rossz, sem a jó között, most mind a két helyet elfoglalta, de településen belül is. Az egyik értékelő lapon a vörös hagyma volt a legjobb, a másikon a vörös hagyma volt a legrosszabb. Érdekes egyébként. És ugyanez volt a fokhagymával is. Érdekes. Tehát nagyon sok érdekesség volt ebben, de hát azért azt az előző kérdésemből, vagy válaszomból kifelejtettem, hogy bizony-bizony ez az év is megkínált bennünket nagyon sok rosszal, nyilván jóval is, de nagyon sok kihívással meg kellett küzdeni a kerteseknek. Nem jókor jött az eső, késett az eső, kevés volt, sok volt, árvíz volt, iszap volt, szél volt, jég volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ami az időjárástól kitelik, azt mi mindent megkaptuk. Tehát a Jóisten a repertoárját felvonultatta felénk, de a kertesek, az én drága kerteseim, minden évben el tudom mondani, és ez egy nagyon jó érzés, mindig legyőznek minden akadályt. Nem tudom, hogy csinálják, de tényleg mindig felülkerekednek minden akadályon, és mindig megmentik a kertjüket. Nyilván egy teljes körű jégveréstől nem lehet megvédeni, meg egy totális iszap berakodástól nem lehet megmenteni a kertet, de bizony nagyon sok olyan nehézségen úrrá lesznek, amin csak csodálkozni tud az ember. Visszatérve a legjobb, legrosszabb termésre, tehát a zöldségek között továbbra is a fekete listán van szegény petrezselyem a sárgarépával karöltve. Ők nem tudnak nagyon kevés helyen csak jót termelni, vagy produkálni.
ugye nyilván a kötttalajtól is függ, az éghajlattól, a klimatikus viszonyoktól is függ ez, de meglepő volt, hogy olyan területekről is érkezett vissza rossz petrezselyem és sárgarépa termés, ahol azért tetemes méretű, igen, gyönyörű sárgarépák, petrezselymek termettek, tehát ez az év nem kedvezett nekik sem, és ennyire hektikus volt a cukkini, aki azért általában sláger növény szokott, igen, lenni. Burgonya is változó volt, tehát én most szinte nem is tudnék olyan növényt, a cékla is, és szinte nem is tudnék olyan növényt mondani, ami mindenhol a legjobb termés között szerepelt volna. A gyümölcsök terén általában az eper volt jó termésű, sokan még a szedret is mondták, bár a szeder is volt rossz termésként is megnevezve. Általánosságban erre az évre is el lehet mondani, hogy a gyümölcsök nem voltak jó termőek. Nagyon sok esetben a szilva megint leszerepelt, viszont volt olyan, ahol a szilva a legjobb termés között volt, úgyhogy irigylem is őket, mert abból jó pálinkát lehet főzni, illetve jut pálinkának is a szilva lekvár mellett szerep. De a gyümölcsök ebben az évben is bizony megsínlették a korai fagyot, megsínlették azt, hogy a csapadék nem mindig úgy érkezett, ahogyan kellett volna, és én úgy gondolom, hogy ez a gyümölcsökre a következő években is bizony-bizony igaz lesz. Én a karcegi rendezvényen is elmondtam, hogy el kell fogadnunk azt, hogy egy gyümölcsfa nem minden évben tud egyformán nagyon sokat és nagyon szépet teremni. Tehát kell neki is a pihenés, és hogyha többször kap úgymond olyan klimatikus hatást, ami megviseli őt, akkor még a következő évben, ha jó az éghajlat, jó az időjárás, akkor is még a regenerálódás pihenés időszakát éli meg, és elképzelhető, hogy 2-3 évig nem fog jól teremni. Tehát én azt gondolom, hogy türelmesebbnek kell lennünk, elfogadóbbnak kell lennünk. Csak az angol kerteseket tudom idehozni példának, akik nem vegyszereznek, mert hogy nincs vegyszer náluk, és még rézgálicot sem lehet venni a növényvédő, illetve a mezőgazdasági üzletekbe. Ők mindig azt szokták mondani, hogy jövőre majd jobb lesz. Tehát én is azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy jövőre majd jobb lesz, és bízzunk abban, és nyilván tegyünk meg érte mindent, hogy tényleg jobb legyen, de nagyon sok minden persze nem rajtunk múlik, de én úgy gondolom, hogy az én drága kerteseim tényleg mindent megtesznek. Főleg a bioterén lehet ezt érzékelni. Megköszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is nagyon szépen köszönöm, és gratulálok minden drága karcegi kertesemnek, és köszönöm a munkáját, illetve köszönöm mindenkinek a munkáját, aki a rendezvényt megszervezte, és segített abban, hogy egy nagyon szép, felemelő, díjkoszt ünnepséget tudjunk teremteni a városban. Köszönöm szépen! Köszönöm.